Idén is a Tolna megyei szakképzési centrum szervezésében zajlott le az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének második fordulója. A szakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákjai irodai ügyviteli ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek vizsgatárgyakban oldottak meg feladatokat. Waldraff Nikolett a Szekszárdi Bezeréd István iskolából jött, ügyviteli ágazaton tanul. A felkészítő tanára javasolta, hogy jelentkezzen a versenyre. Az első forduló ugye elektronikus úton ment, az nem volt nagyon nehéz, nagyon alapkérdéseket kérdeztek. 4 éve ezt tanultuk, tehát vagy a 4 évig ugye ezeket tanultuk, az nem volt bonyolult. Erre a fordulóra érettségis feladatokkal készültem, emelt szintű érettségis feladatokkal készültem fel. A felkészítő tanárom adta nekem az anyagokat. Az Excel feladatok kicsit nehezek, én úgy gondolom, hogy azok mindig bonyolultak szoktak lenni, viszont a szövegszerkesztős feladatok nagyon egyszerűek, de összességében mindegyik megoldható, teljes mértékig jók lesznek. Nikolett azt is elmondta, hogy szereti az általa választott szakmát, sokrétű ismeretekre tud szert tenni általa, a gyakorlati helyen is aktívan részt vesz a munkafolyamatokban, és a jövőt illetően is vannak tervei. Minden cégnél máshogy csinálják a dolgot, tehát hogy én itt voltam Szekszárdon a kórházban, szakmai gyakorlaton, és teljesen más volt, mint az iskolában. Nem úgy csinálták a dolgokat, ahogy én azt az iskolában tanultam. Úgyhogy ez elején egy kicsit bonyolult volt ezen a szinten, vagy ezen a téren, de megoldható volt. Minden, azt csináltam, amit az iskolában is tanulunk, tehát iratokat néztem át, csináltam én magam is, összeszerkesztettem iratokat, szerződésekbe is engedtek bele nézni, meg nyilván tartottam, iktattam, telefonokat vettem föl. Nagyjából ezeket csináltam, postáztam, vagy postákat, leveleket írogattam meg, hogy feladják őket, meg ide-oda mentem osztályokon, hogy én vittem az iratokat a többi osztálynak. Most leérettségizek, lesz még egy plusz 1 évem, ahol megkapom ezt a szakmát. Úgyhogy azt még el fogom végezni. Utána én még tervezek megcsinálni egy másik szakmát, de igen, szeretnék dolgozni is majd mellette. Mindenképp. Egyelőre nem tervezek főiskolára menni, egyetemre menni, de még közben jöhet ez a gondolat, hogy igen, esetleg, és akkor jól fog jönni ez a pluszpont hozzá, ha sikerül tovább jutnom. Horváth Péter a dombóvári Apáczai Csere János Technikumból érkezett a versenyre, ahol közlekedési szakon tanul. Gyerekkora óta mozdonyvezető szeretne lenni, ezért is választotta ezt a szakmát. Amikor jelentkeztem, akkor a mozdonyvezető szerettem volna lenni. Igazából még mindig terve van, de igazából úgy akár azt is tervezem, mert érettség után mondjuk a reptérre megyek el dolgozni, vagy így a közlekedésben szeretnék elhelyezkedni majd. Szerettem a vonatokat, a vasútvilágát, a közlekedést, és igazából egy ez volt az első, ami nagyon megtetszett, vagy gyerekkori álmomnak mondhattam. És igazából így szerettem volna elsőnek mozdonyvezető lenni, azóta így most már vannak más terveim, és hogyha és majd elválik, hogy majd melyik lesz, vagy melyikkel szeretnék foglalkozni majd az életben. A megmérettetést az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden évben a magyarországi nappari rendszerű képzést folytató szakgimnázium azon tanulói számára hirdeti meg, akik az idei évben érettségiznek és a májusi-júniusi vizsgaidőszakban tesznek szakmai vizsgát. Az első forduló az iskolákban zajlott, online módon zajlott, interaktív feladatlapokat kellett megoldjanak a tanulók. Ezt követően kiértékelték a versenyeredményeket és ők jutottak be most ide a második fordulóba, az írásbeli fordulóba. Jelenleg Tolna megye 5 szakképző intézményéből vannak itt versenyzők, összesen 19 versenyző. Országosan van mintegy 60 szakmai érettségi vizsgatárgy, ebből itt ma 10-ből írnak a tanulók írásbeli dolgozatot. És hogy mi jön ezután?
A dolgozatok kijavítását követően még vélhetőleg április hónapban szóbeli vizsgát fognak tenni a tanulók, szóbeli módon is értékelik a teljesítményüket, és összeáll majd a végső rangsor, egy feszített rangsor. Ez alapján többletpontokat is tudnak szerezni a felsőoktatásba, felvételizők is, tehát előnnyel tudnak a felsőoktatásba bejutni ezek a tanulók. A megméretetés célja a szakmai érettségire való eredményes felkészülés támogatása, a versenyre való felkészüléssel összefüggésben a személyre szabott fejlesztés, a megszerezhető tudás iránti tanulói motiváció fokozása, valamint a tehetséges tanulók számára lehetőség biztosítása tudásuk összemérésére.